Beszéljünk erre és Kamilla eltitkolt a gyermekéről, az ő esetleges trónigényéről, meg Nostradamus idő, hogy Károlyból nem sokáig lesz király. Tényleg sokan kérdeztétek, úgyhogy most messzünk akkor ebbe bele egy videó erejéig. Az úriembert Simon Charles Dorante d nek hívják, 66. április 5-én született, örökbefogadták fogadták UK-ből Ausztráliába, illetve az örökbefogadó fogadó anyja halálos állígyán azt mondta neki, hogy Kero és Camilla eltitkolt fia. Én személy szerint nem gondolom, hogy ennek bármiféle valóság alapja lehetne, részben azért, mert hogy ugye örökbefogadták, fogadták, ezek az emberek általában egész életükben azzal küzdködnek, hogy megtalálják a gyökereiket, ki vagyok én, honnan jöttem, kik az őseim, és hát kapott egy amiben szerintem próbál kapaszkodni. Másrészt a fogantatás a 65 július környékére tehető a születése alapján, és Károly 1948. novemberében született, tehát ebben az esetben ő még 16 éves volt, Kamila két évvel idősebb a 18 éves, biológiailag még talán lehetséges. Azonban a hivatalos információk szerint Kamila és Károly 1970-ben találkoztak egy pólómérkőzésen először. Viszont abban az esetben, ha mégis kiderülne az, hogy ő egy eltitkó a gyermek, ebben az esetben ugye idősebb, mint Vilmos és Harry, lehetne igénye a trónra. Nem valószínű. Már csak azért sem, mert hogy ehhez kell, hogynak hivatalosan is el kellene ismernie, mint gyermekét, amit egyáltalán nem tartok valószínűnek. És hogy miért nem akar Kerő és Kamila DNS mintát adni? Hát gondoljatok bele, ti valami random ennek adnátok DNS mintát, hogyha azt mondaná, hogy te vagy az anyám vagy az apám? Nem valószínű. Ha már találgatások meg összeesküvés emeltek, akkor menjünk tovább. Ez itt Nassadámosz, 16. században élt orvos, csillagász, asztrológus, Jós és rész. Ezek pedig a királyi családra vonatkozó jóslatok 2022-re, második Erzsébet meghalt, 5 évvel fiatalabban, mint hogy az édesanyja hunyt el, oké, ez bejött. A nemzetközösség szakadását jósolja, úgy, hogy Károly csak King of the Islands lesz, tehát a brit szigetek királya. Károlyt királyák koronázzák, azonban le fog mondani a fia Viamos Jövára a trónról, pont így a Diana körüli viharos érzelmek miatt. Aztán van már egy olyan rész, hogy egy olyan férfi lesz a király, akiből sosem vártuk, hogy király lesz. Ez így hangzik, hogy a man will replace him, who never expected to be a king, most ez lehet Harry is akár, illetve ez az eltitkolt gyermek. Viszont, hogyha összeesküvés elméletek, akkor én inkább az eltitkoló gyerekre szavaznék, már csak azért is, mert hogy ugye az öröklési sorrendes videóban is benne volt, hogyha Vilmos ja, kiesik így a sorból, akkor az ő gyermekei fogják örökölni a trónt. Szintén szavazon szóval, az állásponton vagyok, hogy higgyünk a tényeknek és a bizonyítékoknak. Ezek meg csak spekulációk, amiknek néz utána mélyegyel benne, hogyha nagyon sok időd van, meg maximum érdekességek, de, de hagyatkozunk a tényekre, hogy várjuk ki, hogy mi történik.